Új évad, új remények, kezdődik a következő évad a Győri Filharmonikusoknál. Jó estét kívánok, köszöntöm a Revita Televízió kedves nézőit. A mai Győri témában a Győri Filharmonikus zenekarral foglalkozunk. Azzal, ahogy eddig történtek náluk a dolgok, meg azzal majd, ahogy ősztől történnek, mert hogy itt indul a 2012-13-as évad. Vendégünk a stúdióban Füke Géza igazgató. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást, és jó estét kívánok önnek is, és a kedves televízió nézőknek. Kezdjük azzal, hogy mi történt az elmúlt három évben. Itt a beszélgetés előtt mi még beszélgettünk, és én azt tapasztalom, bár nem vagyok egy folyamatosan komoly zene hallgató és fanatikus, de mégiscsak azt tapasztalom, hogy egy olyan város sikerült felbojdítani, ahol korábban nem volt sik, vagy nem volt divat komoly zenei koncertre járni. Ehhez képest történt egy nagy durranás itt az elmúlt években. Hát ez lehet egy picit túlzás, hogy nem volt sik, mert azért valamennyire mindig sik, hiszen a szimfonikus zenekari hangverseny az bizonyos értelemben a polgári értékrendben az általános műveltséghez valamilyen módon hozzátartozik, tehát akinek van színházbérlete, az a hangversenyre is eltéved olykor-olykor, hogyha még bérlete nincs is, tehát hangversenyre azért jártak korábban is az emberek, de az biztos, hogy az elmúlt négy évben, amióta megtörtént ugye a zenekarnál a vezetőváltás, komoly előrelépéseink vannak, akár a tekintetben, hogy hány bérletesünk van, és hát majdhogy országos szinten egyedülálló módon az elmúlt három évben sikerült megduplázni nem csak a bérlet, hanem a jegyeladásból is befolyó összegeket. Tehát ez abszolút sikerként könyveljük el, és hát szeretnénk ezen az úton menni tovább. Hogyha az igény megvolt, akkor mind kellett változtatni? Mi az, amivel új szint kellett hozni ebbe a szegmensbe? Ugye a szimfonikus zenekarok, magyarországi szimfonikus zenekarokban most volt egy generációváltás, mármint a vezetők között. Tehát a jelen pillanatban az összes kollégám, és itt most elsősorban a vidéki nagy szimfonikus zenekarokról beszélek, velem egykorú, vagy nálam fiatalabb. Ez a generációváltás nyilvánvalóan hozott magával valamilyen fajta szemléletváltást is. Egy. Kettő, én a csapatommal, akivel ezt a zenekart vezetem, nem azt szerint gondolkodunk, hogy hát igen, van egy város, van egy zenekara, jönnek közönség, stb. Vagy jönnek, vagy nem jönnek, hanem egész egyszerűen mi ezt úgy kezeljük, mintha a sajátunk lenne, és megpróbáljuk belőle a maximumot kihozni. Ez nyilván újfajta arcot igényel, újfajta műsorpolitikát, új bérletstruktúrát, új marketing szemléletet, tehát sok összetevős a dolog, amit tulajdonképpen még azt is mondom, hogy nem is tanítanak, hiszen a végzettségemet tekintve én is egy előadó művész vagyok, klarinét diplomám van a Zeneakadémiáról, de Magyarországon nem is tanítanak se olyat, hogy zenekarigazgatás. Tehát ezt menet közben tanuljuk meg, a saját bőrünkön tapasztaljuk meg, de vagyunk annyira, ha használtam ezt talán nem ide való szót, fanatikusok, hogy megpróbáljuk kipéselni magunkból a lehető legjobbat, és talán ennek köszönhető az, hogy ilyen szépen fejlődünk. Hát akkor rokon szakmánk van, mert a fanatizmus az nálunk is nagyon fontos. Térjünk akkor rá az új évadra, a 2012-13-as évadot. Elvileg ugye ma, azaz szerdán nyitották meg, ha jól tudom, polgármester is ott volt ezen az évadnyitón. Mi az, ami újdonság lesz? Gondolok itt bérletekre, sztárvendégre, mert az is most már évek óta mindig van. Mi az, ami pluszt még bele tudnak tenni ebbe az évek óta tartó munkába? Amikor az első saját évadunkat megalkottuk, ugye ezt azért mondom így, mert korábban a filharmonikus zenekarnak a bérletes koncertjeit nem a zenekar állította össze, hanem a korábban országos filharmónia, később filharmónia non-profit KHT, Filharmónia KHT, most meg már non-profit KFT, mindegy. Szóval a Filharmóniával közösen alkották meg a bérletet az elődeink. Ami komoly változás, hogy az elmúlt három évben mi saját magunk csinálunk mindent. Tehát nem a Filharmónia, országos Filharmónia segítségével. És ez az új bérlet struktúra egyrészt többfajta, úgy is mondjam, lehetőséget kínál nekünk olyan szempontból, hogy még korábban a Filharmóniánál a külföldi sztárokat bizonyos értelemben körbeutaztatták az országban, most mi tényleg szabadon válogathatunk azokat, akit mi szeretnénk. Tehát a korábbi együttműködésben mindig volt egyfajta kompromisszum, most tényleg csak azokat hívjuk meg, akit mi szeretnénk. Ez az egyik fontos elem. A másik az, hogy az új bérlet struktúra az bizonyos közönség rétegek felé is nyit. Tehát van egy olyan bérletünk, jelesül a Varga Tibor bérlet, ami akár a műfaji keresztezéseknek, akár
a másfajta stílusok behozásának, vagy társintézményekkel való kooperációknak köszönhetően picit nyit. És azt kell mondjam az elmúlt évek alapján, hogy ez a fajta nyitásunk és próbálkozásunk sikerrel járt, hiszen a Varga Tibor bérletnek a vásárlói mindig elsőként jelentkeznek a bérlet megújításkor. Itt egyébként olyanról volt az elmúlt évadokban is szó, hogy együtt játszottunk a Győri Balettel, a Vaskakas Báb Színházzal, vagy vendégünk volt a Hard Jazz Band, a muzsikás együttes, Ivényi Katica. Tehát mindig hoztunk be valami érdekeset, ami talán azoknak is vonzó, akik nem elsősorban a klasszikus irodalom, klasszikus zenéradalom miatt jönnének el hozzánk, és ez ebben az évben sem lesz másképp. Tehát például az idei Varga Tibor bérletünkben 3 olyan koncert van, ami nem a klasszikus zene repertoárral épül. Ilyen Vukán György vendégszereplése, ugye, aki az egyik legkiválóbb magyar jazzzongorista. Aztán ilyen lesz Nyári Károly vendégszereplésre, Szulák Andreával. Ugye Nyári Károly szintén győri származású, kiváló bárzongorista, de itt most a szó nemes értelmében, és nagy szimfonikus zenekari művekkel fognak megszólalni Cserháti, Máté Péter, Szécsi Pál, stb. Szerzők legnagyobb slágerei, és hát a bérlet záró koncertje pedig filmzene lesz. Az a cím, hogy Wagnertől John Williamsig, és a Csillagok háborától kezdve a Karib-tenger kalózén, a Harry Potter, a Indiana Jones, és itt minden terítéken lesz. Úgyhogy ez a fajta változás is jellemzi az elmúlt 3 évünket. Lesz idén is új bérlet az elmúlt években megszokott bérletekhez képest. Erről mit kell tudni, és mit várnak tőle? Az új bérlet alapvetően klasszikus repertoára épül, bár az záró koncertje szintén filmzene lesz, hiszen egy-két koncertet már duplikálunk, ami azt jelenti, hogy úgy gondoljuk, hogy olyan nagy érdeklődésre fog majd számot tartani, hogy érdemes kétszer is eljátszani. Egyébként a közeljövőben ezt majd, hogy nem minden koncertünkkel szeretnénk majd megcsinálni. Az új bérletünknek pedig egyértelműen az volt az indítéka, hogy tényleg teltházasak voltak a koncertjénk, és mi úgy mérjük föl, hogyha tovább bővítjük a palettát, akkor újabb bérletet is el fogunk tudni adni. Ennek a névadója nem más, mint Sándor János, elnézést, aki a zenekar alapító karnagya, 1968-ban, tehát 44 évvel ezelőtt vált professzionális együttessé a Győri Filharmonikus Zenekar, és hát az ő emléke előtt tisztelünk ezzel a névadással, és most úgy hirdetjük egyébként ezt a bérletet, hogy nagyon jó zenék lesznek benne, ami egyébként így is van. Vendégünk lesz a török köztársasági elnöki szimfonikus zenekar évadnyitásként ebben a bérletben, de itt fog játszani Lendvai József világhírű hegedűművész. Már előre garantálni lehet a kápráltatot, meg a gyönyörűséget, amit az ő játéka mindig magában hordoz. Aztán vendégünk lesz egy kiváló oboista, Kis József, aki Mozart oboa versenyen lép elő. Azon a koncerten még lesz egy múzeumi séta, Muszorszki Kejtás képei, és az imént említett filmzené koncertre zárjuk azt a sorozatot. És lesz idén is sztár vendég, na ez a név, ez még nekem is mond valamit, de a részletekről inkább ön, ki lesz most a sztár vendég, és mire készüljenek, akik megnézik majd? Ugye a sztár vendégek sorát mondhatnám én a klasszikus zenei sztár vendégek sorát, mert azért, hogyha megemlítjük Rosta Andreát, vagy Boldocki Gábort, a világ egyik legkeresettebb trombita művészét, vagy Kocsis Zoltán, vagy Baráti Kristófot, aki a tavaly évben nyerte meg a moszkvai Paganini hegedű versenyt, és így tovább, tehát mondhatnám még a neveket. Hát ugye megint egy másik műfajt hozunk be a városba, a szimfonikus zenekarhoz nem megszokott módon, de pedig nem más, mint Bobby McFerrin. Bobby McFerrinről ugye mindenkinek a Don't Worry Be Happy című nóta jut az eszébe, ami egyébként méltán lett világsláger, viszont az a projekt, amit velünk csinál, az nem feltétlenül erről fog szólni. Tehát Bobby McFerrin túl azon, hogy kiváló énekes, egy-két zenekari hangszernek is szakavatott művelője, az jól tudom, fuvolán és klarinéton is játszik meg valamilyen vonós hangszeren, és mellette karmesterkedik. Most persze nem arról lesz szó, hogy bejön a Bobby McFerrin, és akkor elkezd minket vezényelni, és nem fog történni semmi más, mert hát végig fogja viccelni az egész koncertet. Tehát túl azon, hogy hangszereket fog utánozni. Énekes, tehát a torkával bármit meg tud csinálni, egyik pillanatban szoprán énekesnő, másikban basszus áriát fog énekelni valamelyik operából, megmondom, hangszerhangokat utánoz, meg fog énekeltetni a közönséget. Tehát az egész egy óriási ünnep lesz, én szerintem, és hát mindenkinek már most ajánlom, hogy
hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel, mert reményeink szerint teltház előtt fog fölépni egyébként majd az egyetemi sportcsarnokban. Miért éppen ő ilyenkor összeül egy kupak tanács, ezek az elhivatott vagy alázatos kollégák összeülnek, és mindenki bedob egy nevet, és abból választanak, vagy most éppen miért pont Bobby McFerrin? Igazság szerint ő már korábban föl volt írva a naptárban, mint ahogy annak idén John Lord is, ugye a Deep Purple frontember, aki sajnos ezen a nyáron halt meg. Ő föl volt írva a noteszunkba, és hát elérkeztünk hozzá. Nem volt egyszerű a feladat, tényleg, szóval nagyon-nagyon sokat kellett ezért dolgozni, de úgy néz ki, hogy megvan. Nem csak repertoárban bővül a Győri Filharmonikus Zenekar, hanem fejlesztések, beruházások is zajlanak épületen belül. Ezekről mit lehet tudni, és ez mennyiben segíti majd a lehetőleg az eddigieknél is sikeresebb évadot? A két beruházás folyik most a Richter teremben, ami ugye a Győri Filharmonikus Zenekarnak az otthona. Az egyik egy zongoratároló építés, erről már korábban egyébként különböző sajtóorgánumokban lehetett olvasni. Ez, erre azért van szükség, mert a zenekarnak van a tulajdonában egy nagyon értékes zongora. És mivel idáig nem volt a színpaddal egy magasságban lévő raktározási lehetőség, ezért minden egyes alkalommal kibe kellett rángatni, fölemelni, letenni, ami egy ilyen több mint féltonás hangszernél nem egy ideális megoldás. Millió egy sérülés, veszély, elhangolódás és egy csomó hiba jöhet ebből fakadóan. Egyébként ezt a zongorát idén teljes generállal fel is fogjuk újítani, miután meg lesz az új helye, mert hogy most a színpaddal egy vonalba, egy magasságban most már lesz egy zongora raktár, ami egyébként egy háromszintes épületnek az alsó szintje, fölötte kialakítottunk még egy másik hangszerraktár, illetve a legfelső szinten egy tárgyalótermet, illetve alternatív próbatermet. Ez az egyik. A másik pedig a második emeleten van, tulajdonképpen a fogadó tereink fölött. A korábban ott a nagyon korán a mozi igazgatóságnak voltak az irodái, később pedig a fesztivál és rendezvény szervező irodának voltak irodái. Mi ezeket az apró, kis alapterületű helységeket felszámoltuk, összenyitottuk egy nagy térre, és egy nagyon jó akusztikájú, igen jó anyagból minőségi kivitelezésben egy nagyon szép próbatermet fogunk átvenni reményeink szerint egy hét múlva. Tulajdonképpen egy ékszerdoboz lesz a Richter-termen belül. Ennek az a jelentősége, hogy egyrészt a szekcionált zenekari munkát egy időben tudjuk csinálni, tehát nem kell megvárni, míg valaki legyen a színpadról, és akkor mehet a másik társaság. Értsük ezzel mondjuk a vonós meg a fúvós próbát, tehát ezt lehet egy időben csinálni. Másrészt, hogyha valaki igényt tart a Richter-teremre, ami egyébként egy befogadó színház is, hogyha használhatom ezt a szót, akkor a mi munkánkat emiatt nem kell megszigeteni, akkor mi elmegyünk föl a próbaterembe, a Richter-terem pedig ellátja a funkcióját. A zenekarnak a felértékelődés az nem csak abból látszik, hogy egyre többen vesznek bérletet, meg új bérlettípust kell indítani, hanem egyre többet hívják is önöket Európában nagyon híres koncerttermekbe. Hol merre jártak az elmúlt időben, és hova készülnek a közeljövőben? Hát ugye az egyik legjelentősebb turnénk az a 2009-re tekintünk vissza, ugye Ennio Morricone, Oscar Díjas filmzeneszerzővel jártunk be 3 földrészt, 12 koncert, tehát adhatunk vele. Ez egy nagyon-nagyon komoly presztízs volt a zenekar részére számára. Tulajdonképpen a saját római zenekarán kívül, akikkel szokta járni, még rajtunk kívül a világot, mással nem. Tehát lokálisan előfordul az, hogy egy adott városban az adott szimfonikus zenekarral föllép, de olyan nem nagyon történt meg, hogy egy zenekarral mondjuk azt, hogy világkörüli turnét csinál. Ez tulajdonképpen csak a Róma szimfoniát, illetve a Győri Filharmonikus Zenekarnak adatott meg ez idáig. Aztán ugye az ismert hangversenytermek közé tartozik a közelmúltban például a Klagenfurti Musikverein. Klagenfurtban tavaly játszottunk, tavaly volt Mahler halálának a 100. évfordulója, és pont azon a napon, amikor meghalt 100 évvel ezelőtt, azon a napon játszottunk ott Mahler szimfóniát. Ez is egy nagyon szép koncert volt, és egy tulajdonképpen egy komoly felkérés és komoly rang. Hát a Budapesten, a MIPA-ban játszani mindig megtiszteltetés, ahova minden évben eljutunk, hál' Istennek többször is, de idén például a Pécsi Kodály Központot is megismerhette már a zenekar a saját bőrén. Azt kell mondanom, hogy egy szenzációs hangversenyteremről van szó, hogy picit irigyek is vagyunk a Pannon filharmonikusokra, de mindent egybevéve
ezek a rangosabb termek plusz motivációt adnak a zenészeinknek és a művészeinknek. És ugye ebben az évadban is ez volt ugye a kérdés, hogy lesz-e ilyesmi. Igen, a Music Ferenbe fogunk föllépni majd április 6-án Bécsben, ami a világ egyik legkomolyabb hangversenyterme. Ugye a kedves nézőknek azt mondom, hogy újévi koncert, akkor azt onnan közvetítik, és akkor már is be tudjuk azonosítani. Na, ebben a teremben lesz április 6-án egy nagyon szép hangversenyünk. Még egy gyors kérdésre van időnk, hogyha évadnyitó, akkor hát meg szokták kérdezni, én is megkérdezem, mi lenne a cél? Inkább a látogatói létszám, illetve a közönség létszám növelése, vagy mondjuk nagyobb siker lenne az, hogyha új arcokat fedeznének fel a közönség soraiban? Melyik inkább? Mind a kettő. Tehát a Győri Filmkúj zenekarnak a törzs közönsége az jól körülhatárolható, hiszen ismerjük őket személyesen, akár a zenészeink, akár a zenekar vezetése, hiszen hónapról hónapra találkozunk velük. Az ő megtartásuk, az ő maximális kiszolgálásuk mindig is az egyik legfontosabb feladat, de természetesen emellett nekünk gondolni kell a következő generációra, az ő megszólításukra, ezt a műsorpolitikánkon keresztül, illetve a megfelelő marketing módszereken keresztül, és most nem akarok ilyen-olyan csatornákat mondani, mert az a reklámnak is számítana. Tehát mi dolgozunk a kor vívmányait, maximális módon használjuk, hogyha így kifejezhetem magamat. Igazgató úr, köszönöm szépen, és én kívánom, hogy akkor új arcok is legyenek, meg még többen legyenek majd a nézőközönség területén. Köszönöm, hogy itt volt velünk, és sikeres évadot kívánunk természetesen. Kedves nézők, ez volt már a Győri téma. Holnap ugyanitt, ugyanebben az időben megint csak számítok a figyelmükre, egy teljesen más témával. Holnap este tehát találkozunk, addig is vigyázzanak magukra. Viszontlátásra!